Nem, ez nem egy méregdrága sportkocsi, és nem is egy durva hot hatch. Ez egy igazi családi autó, méghozzá a legolcsóbb hétüléses ma Magyarországon, egy Dacia Jogger. Végre megkaptuk a teszthétre a Dacia Joggert, és végre kipróbálhattuk azt, hogy milyen lesz az az autó, ami két nagyon híres Dacia típust is vált egyszerre. A két típus nem más, mint a Dacia Logi és a Dacia Logan MCV. Mind a kettő egy tipikus családi autó volt, hosszú, jól pakolható, és igazából olcsó is. Ehhez képest a Jogger még egy szinten feljebb húzott, ugyanis nem csak praktikus, de még viszonylag jól is néz ki, mert hogy megkapott egy ilyen SUV-s formát. De persze a Dacia-nál a divatra azért annyira nem mennek rá, mindennek praktikusnak is kell lennie egyszerre. Így emiatt ez igazából inkább egy egyterű, vagy egy kombi, vagy egy emelt kombi, vagy valami hasonló, de igazából nem rész ki rosszul, és ez a lényeg. A divatos külső eléréséhez egy érdekes mixet alkottak a Dacia-nál, ugyanis megkapta az autó a Dacia Sandero Stepway-nek az elejét, gyakorlatilag egy az egybe. Alapfelszereltségben ledes helyzetjelzőkkel és fényszórókkal, és halogén reflektorral. Egy Dacia-ba ülve az ember nem az extrém anyagminőséget és a hihetetlen komfort megoldásokat várja, így én sem ezt vártam, amikor beültem ide. De ettől függetlenül a dizájn szerintem egészen jól van kialakítva, tök jól néz ki, minden kézre esik, és egyébként nem recsegnek, ropognak egymáson az anyagok még a rosszabb minőségi utakon is, szóval jó az összeszerelése az autónak. Ha körbenézünk az autóban, akkor visszaköszönnek a Renault és a Dacia koncernek a különböző előző modelljeiből található alkatrészek, mint például az infotainment állítógombjait a kormány alatt, illetve a tekerentyűk, amik a klímához tartoznak, ezek mind a Duster illetve a régebbi Renault-okból ismerősek. Nem apró figyelmesség, hogy az alapverzióban is széles skálán állítható az ülés és a kormány magassága, így mindenki könnyen magára szabhatja az autót. Jelenleg kétféle benzines választható motor van az autóhoz, dízelt ne is várjunk hozzá, későbbiekben lesz viszont hibrid. A kétféle benzines közül az egyik kettős üzemű, ez benzinnel és LPG-vel is üzemeltethető, ez az Eco G100 elnevezésű motor, amelyik 999 köbcentis turbos háromhengeres. Alapjáraton is, amíg a gázra át nem áll a motor, addig tényleg rettenetesen jár, és némiképp zörög is az egész, de onnantól kezdve, hogy bemelegszik és normálisan működik akár gáz, akár benzinű az üzembe hosszasan, onnantól elcsendesedik, és egyáltalán nem zavaró a háromhenger. Teljesítmény tekintetében csodát nem várunk, benzines üzemben 91 lóerő leadására képes 4800-es és 5000-es fordulatszám között, illetve 160 Nm áll a rendelkezésünkre 2100 és 3700-as fordulatszám között. Azonban gázüzemben megtáltosodik az autó, ekkor már 101 lóerő áll a rendelkezésünkre 4800 és 5000-es fordulatszám mögött, és megérkezik a newtonméterek tömkelege is, ugyanis már 170 newtonmétert kapunk 2000 és 3500-as fordulatszám között. 13,8 másodperc alatt éri el a 0-100-as sprintet, és mindjárt ki fogjuk próbálni, hogy mit tud az autó az érdi emelkedőn 7 személlyel légkondival. A Jogger hazai menetpróbája után megkaptuk az egyik olvasótól, hogy 7 személlyel klímával biztos, hogy nem megy fel az emelkedőn ez az autó. Most az érdi emelkedőt választottuk autópályán, úgyhogy beültünk heten, és most fény derül a titokra. Lassan elérjük a 120 km per órás áramhatárt. És egyelőre haladunk. És megvan a megengedett sebesség. Tempomat 136. 7 ember érdi emelkedő fölfele, belső sáv. Ez nem kellemetlen. Nem. Egyelőre nem küzd. Forgunk. Hát miről beszélünk? 1.0 a jövő. Esgőt pontunk. Ez működik, ez az autó tudja. Én most meg vagyok lepődve azért elég egyébként. Nem lennék az aprócska turbó helyében most. Aha, ha az ember lejjebb veszi a sebességet, utána már az életben nem tud visszagyorsulni, de tartani tudja a tempót. Ez most padló? Ez most padló, hatodik, tehát ugyanabban a fokozatban maradtunk. De igazából most egy háromsávos autópályán bőven volt helyünk arra, hogy megfelelően ki tudjunk sorolni. 4 millió olasz fizet érte, akinek jár az állami kedvesség, igaz? Igen. Nincs kérdés. És hozzá kell tenni, hogy pontosan ezzel a motor konfigurációval, mert a belépő modell az ezzel az LPG benzinüzemű motorral van. Tehát ahogy igen, ez most így van. Igen. Tehát hogyha a sima benzinest kérsz, az drágább. Ez drágább. Erősebb is, de drágább. Ez már 110 lovas. 7 személyes verzióban, tehát az autóban hátul 160 liter helyünk van a pakolásra, bár tény, hogyha a kalaptartót is szeretnénk magunkkal vinni, akkor ez gyakorlatilag megszűnt. Abban az esetben, hogyha szeretnénk plusz helyet csinálni az autóban, agyon variálhatjuk bármilyen formációban. Ha eltávolítottuk a hátsó üléseket, már 509 literünk lesz a csomagtartóban. De itt nem áll meg a variálhatóság, ugyanis a középső sort is lehet még döntögetni. A maximális helykínálat pedig az autóban 1800 liter fölött van, bár a brosúra szerint 2 köbméternyi hely áll rendelkezésünkre, és akár egy 1 méterszer 2 méteres tárgyat is betehetünk az autóba. Überméretű ajtók, überméretű helykínálattal. Mekkora ülőlap van itt hátul, hihetetlen. Elképesztően kényelmes rajta ülni, pedig egy Dacia-ról beszélünk. És valahogy be kéne jutni hátra is, ugye, mert a hetedik sor az minden autóban egy ilyen
szerencsétlen gyerekülés, amiben tulajdonképpen senki nem fér el, és mindig marha kényelmetlen, beverjük a fejünket fönt, nem fér el a lábunk lent, én meg itt most besétálok hátra a Dacia-ba. Az a helyzet, hogy ekkora fejterem, nem tudom milyen autóban volt hátul, de tulajdonképpen a lábaim is teljesen kényelmesen elférnek. És, hogy ne kapjak sokkot a harmadik sorba, akkor, amikor már az összes levegő ide szorul hátra, elől meg mindenki élvezi a légkondit, akkor csak kinyitom az oldalablakot, és van egy kis húzatom. Az autó 4,5 méter hosszú, 2900 mm majdnem a tengelytávja, ami hát itt igazán durva teret enged meg, és ennek köszönhetően marha egyszerű beszállni az autóba, és óriási belterünk is van. 200 mm a hasmagassága, amivel azért a környékbeli bányatavakra be lehet közlekedni, és az sem gond, hogyha valamit ki kell vinnünk oda, ugyanis moduláris tetősín van az autón, ami a komfort csomaghoz alapvetően jár, ezt könnyen ki tudjuk akasztani, befordítani, és már is föltehetjük mondjuk a dobozt. Amit 90 000 forintért megvehetünk extraként az autóhoz, és ad 400 liter csomagteret ide föntre, mert ha heten ülünk a kocsiba, akkor csak 160 van hátul. Itt is láthatjuk, hogy megmaradt az a jó kis kívánatos SUV sárvédői vonal itt a hátsó keréknél, illetve egy másik márkáról ismeretes lámpa kialakítást is láthatunk, ami pedig azért volt fontos ennél az autónál, hogy ki tudjanak alakítani egy akkora csomagtérajtót, amit itt láthatunk. És gyakorlatilag ebből a négyzetbe egy 1 méterszer 2 méteres bármit betolhatunk, hogyha ki vannak pakolva az ülések. Az autó oldalánál van még egy érdekes ív, ami egy fontos kialakításnak a része, ugyanis a B-oszlopnál láthatunk egy törést a tetővonalba, ami azért van, hogy a hátsó üléssorban ülőknek a fejtere is megmaradjon az autó végére. A Jogger az elérhető 5-ből mindössze egy csillagot szerzett a független Euro NCAP töréstesten. Érdekesség, hogy az eredményt nem közvetlenül a hétüléses típus vizsgálatával állapították meg, hanem a vele azonos alapokra épített, de kisebb kategóriába tartozó Sandero Stepway töréstesztje alapján, amely szintén leszerepelt az Euro NCAP tesztnél. Az új Dacia-k azért szerepelnek ilyen rosszul, mert számos, elsősorban elektronikus biztonsági megoldás hiánya mellett nem kínálnak biztonsági öv becsatolására figyelmeztető jelzést a leghátsó üléssorban. A független minősítő intézet néhány éve bevezetett pontrendszerében pusztán azzal is jelentősen romlik bármely autó esélye, ha a gyártó azzal csökkenti az árát, hogy az előírásokat ugyan betartja, de kihagy belőle bizonyos berendezéseket. Ez lett volna a Dacia Jogger tesztje. Köszönjük, hogy velük tartottatok, és tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! ECDH. Mindenünk az autód.